Gila Olgát hazánkban azt hiszem nem kell bemutatni, de talán már a határokon túl sem. Ismerik munkáját Romániától Angliáig. A Szegváron élő német nyelvpedagógus régi álma volt, hogy a szépségiparban dolgozzon. És valljuk be őszintén, nem véletlenül. Több hazai és nemzetközi versenyen előkelő helyezéseket ér el munkáival, nagy fantázia sminkjeivel. De helyettem inkább beszéljenek a fotók. Olga évek óta a hazai szaklapok állandó szereplője. Fontosnak tartja a hagyományok követését és ápolását is. Rengeteget dolgozott, hogy álma valóra váljon és sminkes lehessen. Mindig is érdekelt a szépségiparnak igazából minden szegmense, de azt gondolom, hogy a sminkkel az arcot annyira meg lehet változtatni, akkora csodákat lehet művelni, hogy ezt mindig is egy rejtélynek, egy varázslatnak tekintettem, és hosszas gondolkodás után léptem erre a pályára. Nagyon sok minden megelőzte azt, hogy én sminkessé váljak, de azt gondolom, hogy ez mindegy érési folyamatnak a része volt, és nagyon örülök, hogy ezzel foglalkozhatok, és nap mint nap tehetek szebbé hölgyeket. Az emberben vannak gátlások, és azt gondolom, hogy a legtöbb emberben vannak gátlások. Én is mindig ilyen voltam. Tehát én sem szeretek úgy kimenni az utcára, mert ismerem a saját magam hibáit, és azt is tudom, hogy az embernek az önbizalmát mennyire vissza tudja adni az, hogyha egy szép bőrt, egy ápolt külsőt lát a tükörben. És természetesen vannak olyanok, akik így születnek, és ők nagyon szerencsésnek mondhatják magukat, de azt gondolom, hogy talán nem ez a többség, hiszen mindannyian valamilyen apró vele született hibával jövünk a világra, vagy később szerezzük be ezeket, mondjuk nagyon sok fiatalkori sérülés van az emberek arcán, vagy esetleg egy anyajegy, vagy egy tűzfolt, vagy bármi szeplő, ami őt zavarja, és ha csak ezen múlik, hogy ő jól érezze magát a bőrében, akkor miért is ne használhatna bármiféle sminkterméket? Olgának minden arc egy kihívás. Nagyon sokféle emberrel találkozik a munkája során, akikkel sokat beszélget, hogy a legmegfelelőbb sminket tudja elkészíteni számukra. Én nagyon sok olyan embert látok, akinek valóban nagyon torz a személyiség képe, az én képe, és olyan dolgokat lát szépnek, ami valójában nem esztétikus. Ez nagyon nehéz, és én azt gondolom, hogy itt a fiatalok nevelésén és a szülőknek a szerepén is tehát nagyon nagy hangsúly van, hogy ők mit tanítanak és mit mondanak a gyereküknek, és hogyan tanítják arra, hogy mi a szép és mi a jó. Talán egy kicsit a pedagógus is szólt most Olgából, és nagyon fontos dologra hívta fel a figyelmet. Mint minden külső jegy, mint a haj, az öltözködés vagy a sminkelés, a személyiség egyfajta kivetülése. Egy kép, amit magunkról mutatunk másoknak. A smink mögé el lehet bújni, vagy éppen kifejezni önmagunkat. Olga nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a modelljei azonosulni tudjanak azokkal a karakterekkel, amelyeket megálmodott nekik. Lehet, hogy valakiből egy farkast hoz ki, mint ebben a kávé reklámban, amelyben ő készítette a szereplők maszkjait, hiszen Olga ehhez is ért. Vagy éppen egy tündért varázsol elénk. Én nagyon szeretem a smink mellé megálmodni a kiegészítőket is, a jelmezt, a fejdíszt, esetleg a ruhát is. Nyilván itt azért olyan korlátok vannak, hogy például egy fejdísznél próbálok arra törekedni, hogy ne legyen nagyon nehéz. Mert ha a modell arra koncentrál, hogy megtartsa a fején azt a fejdíszt, akkor nem fogja tudni visszaadni a fotón azt az érzést, amit látni szeretnénk.
Tehát, hogy ő azért komfortosan érezze magát, ne legyen kényelmetlen, ami rajta van, ne zavarják bizonyos dolgok, és akkor én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert olyan modellekkel dolgozok, akik teljesen bele tudják élni magukat mindig az adott szerepbe, és egészen kaméleon típusú modelljeim is vannak, akik óriási változásokra képesek egy-egy fotózáson. Olga szerencsésnek tartja magát, mert olyan csapat veszi körül, akikre bármikor feltétel nélkül számíthat. Családja maximálisan mellette áll. Férje, ha kell, még modellnek is áll, és mindenhova elkíséri feleségét. Gyakran ő Olga legfőbb kritikusa. Olga évek óta a szaklapok rendszeres szereplője, de ami talán a legnagyobb sikere volt az elmúlt időszakban, az az, hogy egy világszerte ismert angol magazin tűzte címlapjára munkáját. Hál' Istennek azt érzem, hogy van fejlődés a munkámban. Nyilván ez rengeteg gyakorlásnak az eredménye, és nagyon-nagyon sok munka eredménye. Írta valaki nemrég az egyik közösségi oldalon, hogy sikerült. Igen, sok minden sikerült, nagyon-nagyon-nagyon sok munkával, és egy picit azt mondom, hogy büszke vagyok arra, hogy önerőből egyedül, és valóban sok munkával megérte ezt végigcsinálni. A képek láttán kétség nem merülhet fel senkiben, hogy Olga erre született. Az egyszerű sminkektől a nagy fantázia sminkekig minden fajtáját élvezi munkájának. Családja, barátai, kollégái és még diákjai is segítik álmai megvalósításában.